Hálaadó szentmisét tartottak az Assisi Szent Ferenc templomban Nagy Kikindán az új központ hivatalos átadása előtt. Sajtó is lásson valamit. Átvágták a sárga-fehér színű szallagot, ezzel megnyitották az új otthont. Nagyon sokat jelent. Számíthatunk rá, hogy lesz helyünk, hogyha megöregszünk. Sokat jelent nagyon. Nagyon szép. Dicséret mindenkinek, aki segített. Német László nagybecskereki megyés püspök megszentelte az épület folyosóit. Azzal a gondolattal, hogy az idős embereknek, vagy a betegeknek, rászorulóknak, akik az itteni területen, tehát Bánátban élnek, vagy lehet, hogy nem csak Bánátban, egy lehetőséget adjunk, hogy emberi körülmények között éljék le az életüket. A beruházás összértéke mintegy 760 ezer euró. Ennek jelentős részét a Nagybecskereki Egyházmegye biztosította. A tartományi nagyberuházási alap a befektetéshez 100 ezer euróval járult hozzá. Úgy kerül egy egyházi intézmény, egy egyházi ingatlan funkcióba, hogy állami feladatokat lát el. A szociális gondoskodás az egy állami feladat, és ezzel a beruházással a katolikus egyház az igazi arcát próbálja megmutatni, vagy kibontani azt a képet, amelyik az arcáról szól, ez a karitatív tevékenység. Az épület mintegy 40 személynek biztosít lakhatási lehetőséget. Az intézmény konyhája 100 személyre is tud főzni. Szeretnénk egy keresztény katolikus szellemet biztosítani az intézménybe. Aki ezt elfogadja, úgy ápolt, mint ápoló, mindenkit szívesen látunk. A befektetéshez több külföldi egyházi szervezet is hozzájárult Németországból, valamint az Amerika Egyesült Államok püspökkari konferenciája is adott támogatást.